Ezt a táblát a Városvédő Egyesület állította, ugyanis mi elhatároztuk annak idején már, mikor megalakult a 90-es években ez az egyesület, hogy igyekszünk minden tolnai történelmi eseményt, érdekesebb épületet megörökíteni, illetve egy táblát elhelyezni rá, hogy tudják a tolnaiak és turisták is, hogy ez az épület Tolna történetében mit célt szolgált, mi volt a története. 2019-ben pályáztunk a városi közművelődési pályázaton egy tábla elkészítésére, ami megemlékezik gróf Festetics Ernő gróf kastélyáról, hiszen azt tudja a tolnai közönség és talán az idejárók is, hogy van egy Festetics kastély Tolnán a Festetics utcában, de arról, hogy van még két Festetics kastély is, amit nem bontottak le, nem romlott le, létezik Tolnán, arról nagyon-nagyon kevesen tudnak. Az egyik ilyen kastélyt, amit nemrégen újítottak fel, ez a Hősök tere 2 szám alatti épület, ami jelenleg a kormányablaknak, okmányirodának ad helyt. Erre tettük a táblát, ez volt gróf Festetics Ernő kastélya annak idején. Bár 2019-ben pályáztak a tábla állítására, de a koronavírus járvány miatt csak 2020-ban tudták elhelyezni. De vajon mit lehet tudni a 19. század elején élt grófról? Nagyon sok mindent mi sem tudunk róla, annyit tudunk, hogy 1800-ban született, első gyermekként a családban, ami azért érdekes aztán, mert az ő édesapja is 3 testvére volt, és 3 együtt birtokolták Tolna uradalmát, és neki is, ő is aztán felnővén 3 testvérrel együtt birtokolták Tolnát, tehát 3 tulajdonosa volt Tolnának. Ő volt a legidősebb testvér, de érdekes módon nem ő maradt az ősi kastélyban, a mostani Festetics utcaiban, hanem ő új kastélyt épített magának ide, erre a térre, ahol valamikor, ugye az önkormányzat helyén még egy fogadó, az oroszlán fogadó volt, és ezen a téren épített gróf Festetics Ernő magának kastélyt. Aztán ez a kastély, ez az idők folyamán sváb nevet is kapott, tehát a táblán ez a sváb név szerepel, ugyanis Ernestnek keresztelték annak idején, ugye német neve volt a grófnak, nem Ernő, hanem Ernest, és Ernest Kastl volt a tolnai népajkon ez a név, sőt, ugye, hogyha svábosan akarjuk kiejteni, akkor Ernest Kastl. A legemlékezetesebb és máig is létező cselekedete az volt, hogy a 30-as évek végén a saját birtokán, birtok részén kimérette és telkeket adományozott szegény sorsú, nincs telen, házatlan zsellérek számára. Most ez egyrészt azt jelentette, hogy a nincs telen zsellérekből udvartelkes zsellérek lettek, tehát ez egy kicsit magasabb státusz a nincs telen zselléreknél. Másik meg azt eredményezte, hogy gyakorlatilag egy új település, egy új város rész épült. Akkoriban érdekes módon ez egy teljesen új településként létezett. Tehát ezek a jobbágyok, ezek a zsellérek, ezek nem fizettek adót se az egyháznak, egyházi tizedet se kellett fizetniük nekik, nem kellett fizetniük az állami adót sem, kizárólag a földes úrnak tartoztak adózással. Rengetegen jelentkeztek, rengeteg telket osztottak szét. Ez tulajdonképpen a Bercsényi, mai Bercsényi, Béri Balog, Széchenyi és Batthyány utcák. Annak idején ezt a területet Viszló házának nevezték el. Festetics Ernő fia volt Viszla, és ennek emlékére Viszlóházának nevezték el, mint egy teljesen önálló települést, önálló önkormányzata is volt,
amit természetesen a földes úr nevezett ki, tehát nem önálló jogi státusszal rendelkezett, de külön önkormányzata volt Tolna városától. Aztán később Viszlóvárosnak nevezték el, és ez maradt is így, a régebbi tolnaiak, idősebbek még emlékeznek, és tudják, hogy Viszlóváros az merre volt. Azonban itt a tolnai Festetics korszak véget is ért. Amit még lehet róla tudni, hogy a festeticsekhez hasonlóan mindig pénzügyi gondokkal küzdött, és a végeredmény az lett, hogy 1843-ra a két testvérével együtt eladták a teljes tolnai uradalmat, és Sina György személyében új földesura lett Tolnának és a tolnai uradalomnak.